Emellett a komment mellett sajnos nem tudok elmenni, muszáj rá reagálnom, kedves László, mert hogy nem tudom, hogy komolyan gondolja, vagy viccel. Hogyha viccel, akkor nagyon rossz a humorérzéke, ha viszont komolyan gondolja, akkor kíváncsi lennék, hogy honnan jön ez a fantasztikus arrogancia, hogy fölmész valakinek az oldalára, és úgy, hogy te nem értesz az egészet semmit, kijavítod. És azt mondod, hogy ülj le egyes. Te hihetetlen, hogy nézd, én évek óta kínai asztrológiával foglalkozom, imádom, tehát ez a hobbim, nagyon szeretem, akkor is csinálom, amikor nem kéne, már mindenkinek az agyára megyek, mert mindenben azt látom, hogy így a kínai asztrológia, úgy a kínai asztrológia, komolyan, tök nehéz velem beszélgetni, úgyhogy ezeket ne említsem meg. Egész egyszerűen érdekel, tanultam, elvégeztem tanfolyamokat, de a tanfolyamokon kívül is képzem magam, olvasok utána, interneten, könyvekből, külföldi oldalakon. Tehát kicsit beleástam magam a témába. És ezek után jössz te, akinek valószínűleg fingja nincsen az egészről, mert hogy nem ismer föl egy képletet, amikor benne van egy videóban, és azt mondja, hogy csak évek vannak a kínai horoszkópban, nem pedig hónapok. Ki kell, hogy javítsalak, ki kell, hogy ábrándítsalak, nem csak, hogy hónapok, de még napok, órák, sőt, percek is vannak. És ráadásul nem kínai horoszkópban, hanem asztrológiában. Úgyhogy ilyenkor, csak hogy példát mutassak a lovaimmal, tehát ugye a ló az arról híres, hogy egyik pillanatra a másikra fölrobban az agyvize. Nekem három lovam van, el tudjátok gondolni, hogy mikor elolvastam ezt a kommentet, mennyire robbant fel az agyvizem. Tehát nagyon-nagyon szépen működik egyébként a kínai asztrológia. Asztrológia, nem horoszkóp. Tehát nagyon szépen tud működni. Tehát először felrobban az anyam, és utána pedig szintén nagyon ló tulajdonság, úgymond, a kíváncsiság, hogy oké, de mi van e mögött? Mert hogy rettentően kíváncsi lennék arra, hogy vajon mi lehet a te képletedben, amiben megmutatkozik ez az arrogancia. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, úgyhogy kedves László, vagyis pontosan Lacka 721, bocsánat, ha látod ezt a videót, akkor kérlek, írd meg a születési dátumodat, mert nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon te melyik évben születtél, meg melyik hónapban, meg melyik napon, esetleg melyik órában, hogyha azt is meg tudod mondani, jó? Köszi szépen!